És apád? Azt hiszem ő is. De neki inkább az a fontos, nehogy teherbe essek. Én már letettem az angol középfokút, szóval én már lehetek terhes. Te figyelj! Hova megyünk tulajdonképpen? Hm? Fingom sincs. Jól röpizel! De pincérnek gyengébb vagy. Jaj, nehogy azt hitt, hogy te olyannyira belejöttél tegnap óta. 7-szer rontottad el a megrendelést, extrában meg egy csók a nyakába öntöttél egy korsósört. Figyeltem. Mit figyeltél? Hogy olyan jól nyomod ezt is, mint a röplabdát. Arra gondoltam, hát ha van kedved eljönni velem. Hova? Útleveled van. Mi vagy te, vámőr? Hülye vagy? Nem vagyok vámőr. Nincs kedvem elmenni sehova, meg annyi pénzem sincs, mint neked. És különben is, a szép lányok keresik a csúnya lányok társaságát, hogy viríthassanak mellettük. Ehhez sincs kedvem. Ez hülyeség. Arra gondoltam, amikor röpisztünk, hogy nekünk együtt kéne lelépnünk valahová. Melóznom kell, nem acsatom itt a pábot, kell a pénz. Barcelonába akarok menni. Akkor Barcelonába megyünk. Mondom a ninjetonom, hogy könnyű, ha a fater fullmilliómos. Látszik is rajta. Anyád meg olyan, mintha egy párizsi luxusáruházban lenne alkalmazásban, mint kirakat baba. Fogadok, hogy apád betett ide a bárba dolgozni, mert nem talált melléd babysittert. Nyertél, és már le is lépek. Lépjél, ha nekem olyan kocsim lenne, mint neked. Ziher, hogy én sem egy tálca meg néhány részek társaságában tölteném a nyarat. Nincs kocsim. Eladtam. Abból a pénzből utazom. Aha. Bocsi, de nekem ez útvaros. Esküszöm, jó volt téged ott hagyni. Szerintem én voltam életedben az első, aki ott hagyott. Valami hajtott előre, egy ilyen minden-mindegy, csak előreérzés. Szerintem ilyen már másnak is volt. Én csak azt akarom mondani, hogy... Mégis jössz. Hülye vagy egy kamionnal? Nem tehetek róla, sehol sem találtam a környéken taxit. Én nem akarom a napomat egy borostás kamionsofőr mellett eltölteni. Csá! Bocs. Van valami esély arra, hogy elindulunk? Naj, pater! Mit csinálsz? Nem telefonálni megyek. És mit csinálsz, ha vissza kell valakit hívnod? Jössz vagy maradsz? Nincs semmilyen cuccom. Az útleveled nálad van? Nálam. Többit megvesztük. Látod, Charlie, amikor az élet hív, menni kell. Wow. Egyet viszont nem értek. Mi ez az egy? Alapból ritkán hordja magánál valaki az útlevelét. Már úgy értem, jó, hogy nálad van, de minek? Csak úgy. Hát ezt nem értem. Hát a Gergő miatt. Gyere már, elkésünk! Idáig rád vártam. Kislányom! Igen. Vigyázz a lakásra! Annyira utálom ezt az öltönyt. És ha lehet, ma kivételesen ne lógj meg semmilyen buliba. Szia, gyere már! Egy óra körül itthon vagyunk. Elkésünk, ne csinálj. Feküdj le időben! Oké, mami, sziasztok!